Jól kezdte a Zalaegerszeg elleni rangadót a CMB Cargo Unigyőr. A fehér mezesek a Magyar Kupa 8-as döntőben megnyerték ezt a párharcot, így nem csoda, hogy a zalaiakat fűtötte a visszavágás vágya. Ennek megfelelően az álmatak kezdés után magára talált a kékmezes gárda, főleg Kozjár ellen nem találták az ellenszert a hazaiak. Az osztrák légiós egyedül 12 pontig jutott egyetlen negyed alatt. A folytatásban is inkább a ZTE-nek ment a játék. Igaz, a nagy szünet előtti pár percet megnyomták a győriek, és a vezetést is átvették a félidőre, mindössze egyetlen ponttal. Varga Zsófi! A pihenő úgy tűnt jót tett a hazai csapatnak, hiszen az előnyt nagyjából 4-5 pontra sikerült növelni, amit tartani is tudtak jó ideig, ez akár elég is lehetett volna a végéig. Nem lett, mert összekapta magát a Zalaegerszeg. Arra kértem őket, hogy támadásban pontosabban játszunk, mert elkezdtünk pontatlanul, zárások nélkül játszani, illetve egy rövid időre váltottunk védekezést. Azt gondolom, hogy talán azzal sikerült egy kis ritmustörést okozni a győri játékban. Főleg a parádésan játszó Elizabeth Pavellel nem tudtak mit kezdeni a győri védők. A román center 21 pontig jutott a mérkőzésen, emellett pedig 12 lepattanót is összeszedett. Nagyon erős csapatnak tartom az Unigyőrt, minden poszton kiváló játékosaik vannak. Ezt láthattuk a Magyar Kupában is, ahol legyőztek minket. Bennünket most nagyon hajtott a visszavágás vágya, ennek megfelelően pedig alaposan fel is készültünk belőlük, aminek meglett az eredménye. Az utolsó pillanatokban ráadásul a győri kezek megremegtek a fontos dobásoknál, így nem maradt reális esély a fordításra. Mindössze 7 pontot szereztünk az utolsó negyedben, ellenben rengeteget himáztunk. Ez elfogadhatatlan egy olyan csapattól, ahol ennyi tapasztalt játékos van. Rengeteget kell még dolgoznunk a technikai és taktikai elemeken is, de még fontosabb, hogy egy jobb mentalitást vegyenek fel a játékosok. Ha ez sikerül, akkor ennél sokkal jobb játékra is képesek vagyunk. A Zalaegerszeg végül 72-67 arányban diadalmaskodott az Olimpiai Sportközpontban, de a győriek az alapszakasz harmadik helyét így is megtartották, és készülhetnek a felsőházi rájátszásra. A hozzáállásunkon sokat kell változtatni a jövő hétig, pontosan tudjuk, hogy mi a feladatunk, de ha megint nem tudjuk majd végrehajtani, óhatatlanul vereséget fogunk szenvedni. Az Unigyőr kedden a Cegléd ellen kezdi majd a rájátszást.